Jelenleg sokféle szkenner kapható a piacon, ezért nem tudhatjuk, hogy a munkahelyünkön éppen melyik fajtájával találkozunk majd. Azonban nem kell megijednünk, hiszen a szkennerek kis eltéréssel, de nagyjából mégiscsak azonos módon működnek. Általában a kisebb irodai munkahelyeken az asztali A4-es síkágyas lapszkennerek a legelterjedtebbek, vagy a multifunkcionális szkennelő, fénymásoló faxtelefonok. Ezek kezelése könnyedén elsajátítható. A szkennereknek több extra funkciója is van, de nekünk a legtöbbször csak az alapfunkciókra lehet szükségünk. Irodai munkavégzésünkhöz ezek az alapfunkciók teljességgel elegendőek, hiszen az irodában a legtöbb esetben maximum pár oldalas számla, levél, irat vagy más egyéb papír dokumentum digitális tárolására, iktatására, archiválására fogjuk használni a szkennert. A szkennereknek a számítógéphez való csatlakoztatása manapság már USB porton keresztül történik. A szkennerhez a gyártó CD mellékeli a telepítendő drivereket, de sok esetben ezek a meghajtó driverek az interneten keresztül a gyártó cég honlapjáról is letölthetőek. Ezeknek a szkennerkezelő programoknak a telepítése általában nagyon egyszerű. Lépésről lépésre kell elfogadnunk a felkínált opciókat. Az egész folyamat nem tart tovább egy-két percnél. Tudnunk kell azonban, hogy sok esetben a szkennerekhez adott meghajtó programok kicsit nehézkesen működtethetőek. Amennyiben nem vagyunk elégedettek ezekkel a programokkal, illetve a beszkennelt képet tovább szeretnénk szerkeszteni, célszerű beszerezni egy képmanipuláló programot. A komolyabb képszerkesztő és fotójavító programok legálisan általában csak bolti forgalomból beszerezhetőek, azonban próbaverziók és free verziók az internetről is letölthetőek. Ebben a filmben mi a Corel gyártójának $100 alatt elérhető PaintShop Photo Pro X2-es képszerkesztő programját használjuk szkennelésre. Ez a program az átlag felhasználóknak minden igényét tökéletesen kielégíti. Szkennelés után lehetőségünk van a kép további szerkesztésére, átalakítására is, amennyiben ez szükséges. Ha csatlakoztattuk a szkennert a számítógépünkhöz és rendben felinstaláltuk a szükséges drivereket, akkor már el is kezdhetjük a munkát. A képszerkesztő program elindítása után két lehetőségünk van a szkennelés megkezdéséhez. A felső menüsor alatt megkeressük a szkenner ikonját és ráklikkelünk, vagy a felső legördülő menüben import bevitelként kiválasztjuk a csatlakoztatott periféria, azaz a szkenner meghajtóját. Pár pillanatnyi várakozás után a szkenner vezérlő program el is indul, amire a homokóra figyelmeztet. Ezen a grafikus felületen a szkenner alapvető beállításait tudjuk végrehajtani. Ezek a beállítások szükségesek ahhoz, hogy egy jó minőségű szkennelt oldalt kaphassunk munkánk végén a digitalizálandó papír dokumentumról. Láthatjuk, hogy többféle fülecske alatt is beállíthatunk sok mindent. Azonban nekünk a legtöbbször elegendőek csak az alapbeállításokkal foglalkoznunk. A legfelső beállítást hagyományos papírdokumentum esetén érdemes az alapbeállításon hagynunk, azonban láthatjuk, hogy többféle formátumot is kezelni tud szkennerünk. A színbeállításnál választhatunk fekete-fehér, szürke skálás, színes, valamint fekete szöveges bevitelt. A beviteli felbontásnál még több lehetőségünk van, azonban érdemes arra figyelnünk, hogy a nyomdai elvárások általában 300 dpi-t ajánlanak. Ha nagyon kisméretű a szkennelendő papírforrásunk, akkor használhatjuk a 600 dpi-s felbontást is. A papírméret beállításánál szintén több formátum közül választhatunk. Ha az alapbeállítást meghagyjuk, akkor a szkenner a teljes üvegfelületet bedigitalizálja, amit aztán később a szerkesztő programmal már kedvünkre módosíthatunk. A digitális képfáj végső pontos méretét a szkenneren inchben, centiméterben és pixelben is megnézhetjük. Nyomdai munkák esetén a digitális képfeldolgozásban a pixel méretet szokták megadni, azaz így láthatjuk, hogy a végső digitális kép vízszintesen és függőlegesen hány képpontból fog állni. Közben megnyomtuk a Preview gombot, amivel a dokumentum előszkennelése történt meg. Így a képernyőnkön már is láthatóvá vált a beszkennelendő papírlap. Ezt az egérrel körbejelölhetjük, megadva a szkennernek, hogy a dokumentum mely területét szeretnénk digitalizálni. Amennyiben pontosabban szeretnénk megadni a kijelölést, használjuk a Zoom gombot. Ekkor a szkenner kinagyítja a képet, amennyiben az addig nem töltötte ki a hasznos felületet a képernyőn.
Ha A4-esnél kisebb lapot szkennelünk, akkor használhatjuk ki ezt a funkciót. Ha pontosítottuk a kijelölést, akkor kezdhetjük meg a dokumentum végleges szkennelését. Ez a felbontástól függően lassabban vagy gyorsabban történik meg. Kisebb felbontásnál gyorsabb, nagyobb felbontásnál lassabb a munkafolyamat. A dokumentum ezután már fizikailag is digitalizálásra került, és megjelenik a képszerkesztő ablakában, ekkor a szkenner kezelő programból már ki is léphetünk. Most a nyomdai elvárásoknak megfelelően 300 dpi-vel szkenneltük a papírlapot, így igen nagy képmérete lett. Az egérrel a képszerkesztő programban tetszés szerint kicsinyíthetjük, vagy nagyíthatjuk a képnézetet. Láthatjuk, hogy a 100%-os nézetben is kitűnő a képminősége. Ha elégedettek vagyunk a végeredménnyel, akkor nincs más teendőnk, mint hogy elmentsük a képet. Mentéskor válasszuk ki azt a meghajtót, ahová szeretnénk a digitalizált képünket elmenteni. Szükség esetén létrehozhatunk a meghajtón egy mappát, ahová majd ezután minden szkennelt képet elmentünk. Adjunk nevet az elmentendő fájlunknak, majd válasszuk ki azt a képformátumot, amiben menteni szeretnénk a képünket. Láthatjuk, hogy sok fájlformátum közül választhatunk. Az interneten a legelterjedtebb fájlformátum a JPG. Ezt a formátumot a legtöbb képkezelő gond nélkül megnyitja. Figyelnünk kell a tömörítési arány helyes beállítására, hiszen a JPG előnye egyben a hátránya is, hogy nem veszteségmentes tömörítést használ. A kisebb méretű fájlnak természetesen mindig ez áll a hátterében. A tömörítés nagyságát minél erősebbre állítjuk, annál kisebb lesz a fájlméret, azonban a képminősége is annál jobban leromlik. Ha végeredményként szép képminőséget szeretnénk, akkor a tömörítés célszerű minél kisebbre állítanunk. Ezután már nyugodtan lementhetjük a fájlt. A fájlmérete a 300 dpi-s felbontás miatt igen nagy lett, ezért ha e-mailen szeretnénk tovább küldeni, akkor célszerű kisebb felbontásban ismét beszkennelni. Ha újra elindítjuk a szkennert meghajtó programot, láthatjuk, hogy az megjegyezte az utolsó beállításokat. Amennyiben a papírlap a szkenner üvegfelületén van, akkor csak a felbontást kell alacsonyabbra vennünk, és már is szkennelhetjük újra. Most a kisebb felbontás miatt gyorsabban megkapjuk a végeredményt. Ha bezárjuk a szkennelő programot, az újabb képet megpillanthatjuk a képszerkesztőnkben. Ha az előző képpel azonos méretűre kicsinyítjük a nézetet, már is láthatjuk a 100%-os fizikai eltérést a két kép között. A kisebb felbontású kép 100%-os nézete is jóval kisebb, mint az előzőé. Ezt a képet is elmenthetjük a megadott mappába, de természetesen más fájlnéven. Ez a fájl ebben a felbontásban már alkalmas arra, hogy elküldjük e-mailen. Ha végeztünk a munkával, fejezzük be a képek szerkesztését.